Én is igen nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, külön tisztelettel képviselő urat, helyettes államtitkár urat, kormánybiztos urat, köszöntöm polgármester asszonyt, plebános urat, és engedjétek meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem nyugdíjas kollégáimat, azt a 88 éves erdész kollégát is, aki ennek a háznak az utolsó lakója volt 1963-ig. Nagy örömünkre szolgál, hogy megtisztelitek ezt a rendezvényünket, aminek két apropóját adjuk. Egyik, hogy az első vándortáboros diákok megérkeztek ide a Börzsönyben harmadik állomáshelyükre, másrészt pedig, hogy a közönségnek ezt az egykori esztergomi érseki erdő őrházból átalakított, kialakított turistaházat is bemutathassuk. Azt gondolom, hogy az elmúlt 8-10 évben végzett tevékenységünk, ami a közjólét, a ti igények kiszolgálását illeti, létesített objektumaink, szervezett programjaink, kilátóink, erdeiskoláink, turistaház programunk mind-mind abban az irányba mutat és hat, hogy az egyre nagyobb ilyen irányú igényt viszonylag színvonalasan tudjuk kielégíteni, és meleget tegyünk az ezzel szembeni társadalmi elvárásoknak. Ezen tevékenységünk során igyekszünk elkalózolni a látogatókat, a vendégeket is olyan vidékekre, helyekre, a térség egyébként gyönyörű természeti és kulturális adottságú helyeire, mint például a Börzsönynek ez az északi része, konkrétan ez a Hont községhez tartozó kútbereki rész, de ahogy a nagyoroszi községhatárhoz tartozó pénzásási táborban voltak a gyerekek előző este, vagy Diósjenőn, illetve innen még Bernece Barátiba az erdei iskolánk melletti táborhelyen fognak végezni. Azt gondoljuk, hogy ráirányítjuk a figyelmet ennek a Észak-Börzsönynek az értékeire is, ha csak itt ezen a helyszínen körülnézünk, Drégelyvár alatt vagyunk, a honti hasadék, ahol a Börzsönynek a geológiai értékei ragyogóan láthatóak, bemutathatóak, a Dunaipoly Nemzeti Park néhány évvel ezelőtt igen színvonalasan látogathatóvá tette a Csitári kápolna kegyhellyel, de ha valaki egy kicsit hosszabb időt akar tölteni, akkor a kemencei erdei vasutat igénybe veheti, vagy átmehet a jelenlegi országhatáron, és Ipolyságra is kirándulásokat tehet. 2500 a gyermekek száma, akik az öt erdőgazdaságnál idejében lebonyolítandó vándortábor mozgalomba részt vesznek, ebből 450-en jönnek a Börzsönybe, minden kínált időpontunk betelt, ez igen nagy örömünkre szolgál. Nem csak erdélyi vándortábor programba veszünk részt, hanem most pénteken a kerékpáros vándortáborok is indulnak, a Salgó bányán létrehozott, újonnan létrehozott turistaházunkból indul az első Palócföldtől Esztergomi nevű című kerékpáros tábor. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki itt jár, elviszi a hírt szülőknek, és hát egyre többen fogják majd ezt a környéket látogatni, hasznos programokkal, és ezáltal is hozzájárulnak az itt élő lakosságnak a megélhetéséhez. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy megtiszteltetek részvételetekkel.